Négy nappal a díszemle előtt a moszkvaiak arra ébredtek, hogy tankok, harci járművek dübörögnek a Vörös téren, a levegőben pedig több tucat helikopter és vadászgép húz el az orosz főváros felett. Az oroszok semmit nem bíznak a véletlenre, ezért csinálták végig a teljes díszemlét, és úgy tűnik a szombati az elmúlt 20 év legnagyobb szabású katonai felvonulása lesz. Kora reggel lezárták a Vörös teret övező utcákat, ahol egymás után gördültek le a harckocsik a próbához. Nem sokkal később már masíroztak is a résztvevő egységek. Az oroszok most nagyon meg akarják mutatni a világnak. Állítólag az elmúlt évek legnagyobb díszszemléjére készülnek szombaton. 16 ezeren vonulnak majd föl, több mint 190 különböző típusú fegyver lesz látható, és 140 repülő, helikopter és légiszállító eszköz is elzúg majd a Vörös tér fölött. 25 ország állam és kormányfői lesznek jelen, és az orosz haditechnika legújabb darabjait is megmutatják a világnak. Ezek közé tartozik a legújabb fejlesztésű tank is, amely csúcsmodell a maga kategóriájában. A T-14 armata akár 90 kilométeres sebességre is képes, és nagyobb tűzereje van, mint bármelyik jelenleg használt harckocsinak. Azt még nem tudni, hogy élesben hol lesz látható az új tank, az iszlám állam ellen, vagy esetleg éppen Kelet-Ukrajnában vetik be.